A Millenáris Pálya új műjegén nagy sikerű jelmezes műkorcsolya bemutatót rendezett a Kinizsi Sportegylet. A bemutató legifjabb résztvevői. Tóth Erika keleti tánca. Katalin, tánc egy veleg. Ez azt hiszem utólagosan lett alájátszva a zene, csak úgy részeiben volt az eredeti koreográfia, mert úgy megláttam, és megálltam, és úgy kizmeresztettem a szemem, még folytassam? Én egész meglepődtem, hogy ilyen hosszan akarnak ebből fölvenni, mert hát ez gondolom, hogy nem akkor és ott. Tehát látszik is, hogy közelről van fölvéve, hogy látszik az arcom. Hát a Millenárison a jégpályára nem jöhetett be az operatőr. Voltak ilyen ötletek, hogy csináljunk egy kis ilyen nem olyan bemutatót, ahol csak egyéni számokat mutatnak be, hanem voltak ilyen kis csoporttáncok, hogy a kisebbek is részt vehettek rajta kosztümökbe, és hát ez élmény volt maguknak, a gyerekeknek is, versenyzőknek is, és a Millenárison ott több ezres közönség összejött ezekre a bemutatókra. Bemutatószámmal, akinek nem volt tehetsége, igazán nem érvényesült. Aki tehetségesebb volt, az jobban produkálta magát. Tehát annak nagyobb volt a tapsa, a közönség mért, és nem a bírók. Én nagyon szerettem a bemutatókat. Magam koreografálhattam arra a zenére, ami nekem tetszett, nem pedig ami majdnem, hogy előírásos volt egy versenyen, hogy azt viseltem, ami nekem tetszett, hogy olyan figurákat csinálhattam, amit mondjuk esetleg a versenyen nem, mert például cigánykereket, hát azt nem volt szabad egy kötelező programban, vagy egy szabadon választott programban előadni. Azt lehetett spárgázni a jégen, szóval mindent lehetett csinálni. A versenyeken meg hát azért ugye kötöttek voltunk, hogy milyen ruhában, mi legyen benne a kürben, és hát főleg mondom, ez a kötelező iskolagyakorlatok, ez teljesen nagyon nyomta az embert. Olyan versenyzőkkel vettük fel a versenyt, akik nyugaton fedett pályákon készültek, mi pedig mostoha körülmények között a Városligetbe. Mentünk január végi Európa-bajnokságra, jött egy jó havazás, hófúvás, szél, eső, és akkor hordta be a ligetből a leveleket az úszó jégre, mert éppen eső volt, úgyhogy még esések is voltak belőle. De ez nagyon érdekes volt, és szép volt visszaemlékezni különösen. Reggel 5 órakor az egyes autóbusszal mentünk, a buszsofőr, az első busznak a sofőrjei már ismertek bennünket, hogy ki hol száll fel, és ha nem voltunk a megállóba, akkor várt is. Menetrend szerint volt, hogy ott is megállt, ahol nem is volt megállója, mert tudta, hogy majd jön az illető. De hát mínusz 10 fok volt, akkor is reggel 6-kor kint voltunk a műjégpályán. Ilyen lusta csemették, mint amilyen én voltam. Például annak örültem, ha fúj a szél, mert akkor nem lehetett iskola gyakorlatokat gyakorolni. Mert hogy ugye egy helyben állni, és nyolcasokat, meg paragrafusokat, ugye elfújt bennünket a szél. Olyan idők voltak, hogy újságpapírba csomagoltuk kívülről a korcsolyacipőnket, hogy ne fagyjon le a lábunk. Tekintettél arra, hogy rövid volt a szezon, tehát október végétől március 7-éig. Aztán akkor, ha fagyott, hanem a Városligetet bezárták, még lehet, hogy egy hétig volt utána a jég, emlékszem, megsütött a napok, kicsit buborék, vízbuborékok följöttek, azt éjjel megfagyott, és akkor egész tele volt ilyen buckákkal, ilyen kis gombákkal, de mi még akkor is lementünk ott korcsolyázni. De volt, azért mindenki készített magának egy bemutató számot. Gyurek Eszter magyar tánca.